Farid Ayang és Kocó Péter már itt vannak, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. A téma pedig adja magát, meg is nézzük, van arról a filmünk is. Nemrég bejárta a világ sajtot, hogy Iránban halálra ítéltek egy keresztény lelkészt, azzal a váddal, hogy elárulta volna az iszlámot. A nemzetközi felháborodás ellenére az iráni hatóságok továbbra is fenntartják az ítéletet, nehéz helyzetben vannak más vallási kisebbséghez tartozó hívők is Iránban. Sok atrocitás éri az iráni eredetű, de az iszlám által eretnekségnek minősített és egy évszázaddal üldözött Bahá'í vallás képviselőit is. Nemrég 7 Bahá'í vallású oktatót bilincsben és lábuknál összeláncolva állított a bíróság elé, állítólagos felforgató tevékenységük vádjával, közben pedig magyarországi Bahá'í fiatalok képeslapküldő kampányt szerveztek, amelynek eredményeképpen 500-an küldtek Magyarországról Iránba tiltakozó képeslapot. Most egy részlet következik a CBN televízió helyszíni riportjából. A tavalyi év második felében Iránban 35 városban legalább 285 keresztényt tartóztattak le. Többen közülük heteket, sőt, akár hónapokat töltöttek börtönben. Ráadásul hosszabb időszakokra magánzárkába csukták őket. Folyamatosan kihallgatták és pszichológiai erőszaknak tették ki őket. Az Antiókiai Közösség Nemzetközi Szervezeténél dolgozó Hormoz Sáriát lelkész Iránban is sugárzott televíziós műsort vezet. A forradalmi gárda emberei legtöbbször nem is tájékoztatják a családot a letartóztatásról. Nem lehet ügyvédjük, és néha még arra sem veszik a fáradtságot, hogy hivatalosan vádat emeljenek ellenük. Közülük van, akit megölnek. Amikor Mahmoud Ahmadinejadot 2005-ben elnökké választották, megfogadta, hogy véget vet a kereszténység terjedésének. A rendőrség a 34 éves Yusuf Nadarkhani lelkipásztor ellen is keményen fellépett. Nadarkhani ellenszegült a kormány követeléseinek, miszerint a keresztény diákokkal is a Koránt kell énekeltetni, és nekik is az iszlámról kell tanulniuk. Nadarkhani a legnagyobb titkos házi istentiszteleti gyülekezet vezetője, amely 400 tagot számlál. 2009. októberében annak ellenére tartóztatták le hitehagyás vádjával, hogy állítása szerint sohasem volt muszlim. Halálra ítélését követően a keresztények imádkozni kezdtek, a nemzetközi szervezetnél dolgozók pedig követelték a lelkész szabadonbocsátását. Az iráni kormány azt válaszolta, hogy a követelések hamis információk talaján állnak. Nadarkhanit ugyanis nem hitehagyás, hanem nemi erőszak és zsarolás vádjával ítélték el, az ügye pedig az Ajatollahnál van. Az ENSZ különleges megbízottja megvádolta Iránt az emberi jogok megsértésével, és követelte Nadarkhani és más foglyok szabadonbocsátását. Yusuf ügyéről Karl Mollert, az Open Doors elnökét kérdeztem. Tegyük fel, hogy az Ajatollah azt mondja, engedjék szabadon. Szabadon is engedik, és hazatérhet a feleségéhez, Tinához, meg Danielhez és Joehoz, a két fiához. A veszély még így sem múlna el, ugye? Szó sincs róla. Valójában az elmúlt 30 évben számtalan eset bizonyította, hogy Iránban a jogi technikai szabadonbocsátás után még mindig simán lehet életveszélyben az ember. Ugyanis, ahogy Mehdi Dibadj és Hovsepian protestáns lelkészek esetében is láttuk a 90-es években, hogy jóval a kihallgatások és a bebörtönzés után gyilkolták meg őket. Az a helyzet, hogy Iránban ez akármelyik kereszténnyel, akármelyik nap megtörténhet. Egyszer csak eltűnnek, és mindenféle jogi eljárást nélkülözve megkínozhatják és őrizetben tarthatják őket. Tehát az, ha Yusuf ellen ejtik a vádakat, az még semmi esetre sem jelenti azt, hogy szabad. A kormány első ízben ismerte el, hogy irániak kitérnek az iszlámból és felveszik a keresztény hitet. A kormány szó szerint üldözi a titkos házi istentiszteleti gyülekezeteket. A legfelsőbb vezető maga ismerte el, hogy veszélyt jelentenek a nemzetbiztonságra. Sáriát állítása szerint az Ajatollah kijelentése felhívás volt a kormány részére, hogy kapják el a titkos házi istentiszteleti gyülekezet vezetőit. Mezbah Yazdi arra figyelmeztetett, hogy a kereszténység egyre vonzóbb az iráni fiatalok számára. Azt is elismerte, hogy a kemény rendőri fellépéssel nem sikerült megállítani a kereszténység terjedését. A Bahá'ok magyarországi képviseletében a 2 óra stúdióban. Jó reggelt még egyszer. A leírása mindannak, ami Iránban zajlik, az információk szerint mennyire hiteles, mennyire ennyire nehéz mindenkinek az élete, aki nem a hivatalos hitet vallja? Gyakorlatilag mindenkinek nagyon nehéz az élete. Teljesen mindegy, hogy keresztényekről, zsidókról, bahályokról van szó, vagy nemzeti kisebbségekről van szó, akik szintén élnek Iránban.
Van az otthoniakról valami információja? Hát a bahájoknak különleges rossz helyzetben vannak, mert a vallás, mint tiltott vallás ott létezik. Ez a legnagyobb vallási kisebbség Iránban, és a diákok például nem mehetnek egyetemre, a témetőket ugye tönkretesznek, a házasságok nincsen elismerve. Úgy a bahái vallás, mivel ugye az iszlám után jött ott Iránban egy tiltott vallási közösség. A bahái vallás eleve egy friss vallás, a legfiatalabb nagy vallások egyike, 150 éves, ha jól sejtem, vagy még talán annyi sem. Mennyire terjedte? Mennyien vannak például Magyarországon? Magyarországon körülbelül 1200-an vagyunk, nagyjából 80 településen vagyunk jelen az országban. Az előző összefoglalóban jobbára keresztényekről volt szó. Önök nem keresztények, az önök vallás egy független, bár egy Isten hitet valló vallás. Így van. A nagyvilágvallások egymásra épülnek. Minden egyes nagyvilágvallásban van egy tanítás, hogy lesz majd egy következő vallás, amit egy új vallás alapító fog elhozni a világba. A mi hitünk szerint az iszlám után a bahái hit, ez a következő nagy világvallás. És az iszlám számára ettől elfogadhatatlan és elviselhetetlen az önök léte? Így van, így van. Egyrészt azért is, mert ugye vannak tanítások, ami nagyon szembeszúr a vallási papság, pont Iránban, ahol ugye minden erre épül. Például az, hogy a férfi és a nő egyenrangúak, vagy az, hogy nincsen szükségünk már papságra, hogy minden embernek saját magának kellene kutatni az igazságért. És ezek a dolgok természetesen nagyon modern, nagyon attraktív a fiataloknak is, és ez nem jó. Mi a legjobb hívószó a fiatalokhoz? Ugye önök azt tanítják, hogy a világbéke az önök valláson keresztül érhető el. Ez például a fiatalok számára vonzó perspektíva? Meggyőződésünk szerint igen. Mi azt mondjuk, hogy egyetlen világunk van, egyetlen emberiség van, és tulajdonképpen azok a vallások, amiket Isten elküldött a világba, azok is egyek. Olyanok ezek, mint osztályok az iskolában, vagy pedig lépcsőfokok. Minden egyes lépcsőfok egyre közelebb vezet bennünket Istenhez, és azt hiszem, ma arról beszélni, hogy világegység. Az egy olyan gondolat, ami mindenki számára kézzel fogható az internetnek, a korábban, ahogy látjuk a híreket, ami korábban soha nem létező szélességben tárta ki előttünk, hogy milyen gazdag, milyen sokszínű ez a világ. Ahogy nem lehet az információt most már elfolytani, mint ahogy korábban lehetett, ez mindenféleképpen hívószó lehet a fiatalok számára. Mennyire teher, vagy mennyire könnyíti az életüket, hogy az önök vallási központja éppen egy olyan térségben van, Izrael területén, amelyik ilyen szempontból vallási, történelmi, politikai szempontból a leginkább pezsgő és a leginkább sújtott térség. Izraelben milyen a bahájok helyzete, illetve mennyire könnyű onnan kilépni? Izraelben egy picikét hasonló a bahái világközösségnek, illetve a bahái világközpontnak a helyzete, mint amilyen Olaszországban a Vatikáné. Hát a bahái világközpont... Állam az államban? Azért ennyire nem, nyilvánvalóan, de van egy megállapodás Izrael állammal, hogy mi semmilyen módon nem szólunk bele Izrael államnak az ügyeibe, és Izrael állam pedig nem szól bele abba, hogy a bahái világközpont hogyan működik Hajfában. Iránnak az mennyire szúrja a szemét, hogy pont Izraelben van az hát önök központja? Nagyon szúrja a szemét, de azt is tudni kell, hogy Baha'u'llah, aki a bahái vallást alapította, őt ugye 150 évvel ezelőtt oda száműzték. Amikor még nem is volt Izrael, hanem az ottoman birodalom volt, így van. És akkor, amikor ugye elhunyt Baha'u'llah ott a Szentföldön, akkor felépült a bahái világközpont. És most azt mondják ugye, hogy az is az egyik vád, hogy a bahájok Izraelnak a kémek. És ami egy abszolút nonsens, mert a bahájok abszolút mindennapi politikában se szabad, hogy belekeverjenek. Ez a Magyarországon megkérdetett akció, azt gondolom, hogy csak Magyarországra terjed ki, hogy küldjenek képeslapokat Iránnak. Ez valamiféle hatást váltott ki? Legalább itt a hazai közösségben, ha már Iránban nem? Hát az biztos, hogy egyrészt felhívta a figyelmet ennek a problémának a súlyosságára, másrészt pedig nyilvánvalóan kilépve a közösségből megszólítottunk nagyon sok embert az országban, elsősorban fiatalokat, és tudatosítottuk bennük, hogy ez milyen nagy probléma.
Folytatódik az akció? Vagy hogyan lehet önökhöz csatlakozni, nem vallási értelemben, hanem politikai értelemben, a szolidaritás értelmében? Hát egy csomó akciók vannak az interneten, ami próbálunk felhozni a figyelmet arra a problémára. Ez egyébként európai vagy világakció, mindenhol, minden országban próbálnak a művészeteken keresztül ezt a témát felhozni, és hogy valahogy az emberi jog mellett állni. Ami az elsődleges, bármiről, bárkiről és bármely országról is legyen szó. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Köszönöm szépen.